ahogy említettem, a délelőtt folyamán Jézus Krisztus készít egy diagnózist erről a gyülekezetről, a fogyasztói társadalom fogságában élő gyülekezetről, és aztán áttér a receptre. A receptírás tulajdonképpen a 18. verssel veszi kezdetét, ezzel a rövid mondattal, hogy tanácsolom neked. Tehát Jézus felvázolja a szükségleteket, a helyzetet, elmondja azt, hogy ő egészen másként látja a gyülekezet helyzetét, mint a gyülekezet a saját maga helyzetét, míg a gyülekezet magát gazdagnak érzi, és úgy gondolja, hogy nincs szüksége senkire és semmire, addig Jézus azt látja, hogy ez a gyülekezet valóban egy nyomorult, egy nyavajás, egy szegény, egy vak, egy mezítelen, egy hasznavehetetlen gyülekezet, amely nem tudja küldetését teljesíteni, hiszen se hideg vizet nem tud adni, hogy szomjat oltson, se meleg vizet nem tud adni, hogy gyógyítson, mert csak langyos vize van. Na, Jézus Krisztus ehhez a gyülekezethez szól, és azzal kezdi a szavait, hogy tanácsolom neked. Vannak, akik szívesen fordítanák ezt a szót úgy, hogy, vagy értelmezik ezt a szakaszt úgy, hogy hát valójában Jézus parancsol, csak hát finoman akarja kifejezni magát, és ezért a tanácsolom szót használja, mert az kellemesebb. Én nem hiszem, hogy Jézus Krisztus, ha parancsolni akart volna, akkor nem mondta volna azt, hogy azt parancsolom, hogy ezt tedd, vagy azt tedd. Hiszen Jézus Krisztus általában őszintén és nyíltan fogalmazta meg az igényeit minden helyzetben, ebben a helyzetben is megfogalmazta volna ő, ha azt akarta volna mondani. De itt a tanácsolás szó az egy helyén való kifejezés, és nagyon is időszerű az, amiről itt Jézus Krisztus beszél. Miről van szó? Mi nagyon gyakran hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni, hogy ha valamilyen problémát föltárunk, valamilyen problémát észrevételezünk, hogy egy nagyon erős elhatározással, egy gyors, hatékony, jó programmal, egy határozattal, egy állásfoglalással, egy nyilatkozattal, akármivel a dolgokat hip-hop rendbe lehet tenni, aztán mehetünk tovább. Az azonnali megoldások hívei vagyunk. Erre van egy bevett szó is, az instant leves, az instant kávé. Minden legyen instant, minden azonnal, és most rögtön, és egyből is. Minden komolyabb erőfeszítés nélkül. A probléma azonban az, hogy a lelki betegségek gyógykezelése az soha nem ilyen azonnali intézkedésekkel történik. A lelki betegségek hosszú lefutású betegségek. A gyógyulás hosszú időt vesz igénybe. Abból a helyzetből kiemelkedni, amiben Laodicea itt van, az egy hosszú feladat. És akkor, amikor olyan kérdéseket kell megoldani, ami hosszú feladat, akkor mindig a tanácsolásnak van a helye. A feleségem halála előtt a Semmelweis Egyetemre járt mentálhigiéni szakra, és emlékszem rá, hogy otthon tanult, és készült ezekre a vizsgákra. Egy nagyon érdekes meghatározást hallottam tőle többször a tanácsadással kapcsolatban. Azt tanították nekik, hogy a tanácsadás azt jelenti, hogy elkísérjük azt az embert, akinek megoldásra van szüksége. Tehát tanácsadás az nem azt jelenti, hogy mondok okosakat,
és aztán tovább állok, hanem a tanácsadás azt jelenti, hogy odaállok egy ember mellé, és kísérem addig, amíg meg nem születik a megoldás. Én jártam ilyen tanácsadásra a feleségem halála után, és éppen a héten hívtam föl azt, akihez jártam, és beszélgettünk, vagy éppen azért, mert valami kérdésem volt, és mondta, hogy tudod, ez olyan dolog, amit nem lehet se sürgetni, se késleltetni. Megvan a maga rendje, a maga ideje. A lelki életünknek a dolgait, a lelki kérdéseket nem lehet se sürgetni, se késleltetni. És Jézus Krisztus ezt tudja. Éppen ezért használja ezt a szót, hogy tanácsolom neked. Ellen White sokat ír egyik másik írásában, hogy mi sokszor túl sokat várunk egy nagy prédikációtól. Valaki dörög egy nagyot egy délelőtti prédikáción, és akkor egy csapásra megoldódik a gyülekezet lelki élete. Emlékszem rá, amikor fiatal lelkész voltam, akkor voltak ilyen reformációs programok, és valahol az Alföldön egy gyülekezetben reformációs imaórát tartott. És letérdeltek a testvérek, és azt mondták, hogy addig nem állunk föl a térdeinkről, amíg ki nem töltetik a Szentlélek. Ezek közül az emberek közül több már nem is él, úgyhogy még mindig ott térdepelhetne, és még mindig várhatna a Szentléleknek a kitöltetését. A dolgok nem így működnek, a lelki dolgok. A lelki dolgoknak van egy érési folyamata. Az embernek a lelki élete nem egy pillanat alatt változik meg, hanem, ahogy Ellen White írja a megszentelődés munkájáról, hogy egy egész életen át tartó folyamat. Tehát egy életmű az, hogy ki rajzolódjék, ki ábrázolódjék bennünk Jézus Krisztus személye. Tehát ehhez igazítja Jézus azt, amit itt el akar mondani, ezért mondja, hogy tanácsolom néked. No, mi az, amit Jézus Krisztus tanácsol? Az első dolog, amit Jézus tanácsol, az, hogy menj a boltba és vásárolj. Menj és vásárolj. Mit jelent az, hogy vásárolj? Miért vásároljak? Mit fejez ki az a gondolat, hogy vásárolj? Hadd mondjak egy példát. Megálltam néhány héttel ezelőtt Maglódon, Pécel közelében, egy Bauhaus nevű áruház parkolójában. Valaki a hátam mögött elkiáltotta magát, hogy Szilvási atyafi. Hátra néztem, találtam ott egy atyafit, akinek a kezében volt egy lábas. Azt mondta, hogy neki Isztambulba kell mennie, és neki útba van ez a lábas. Nekem adná, hogyha elfogadom ezt a lábast, hogy ő nyugodtan mehessen dolgára. Hát mondom, ha ennyit tudok rajtad segíteni, hogy elfogadom a lábost, akkor menj Isten hírivel. Kezembe adta a lábost, abban a pillanatban, ahogy én ezt átvettem, odaugrott a kocsijához, kinyitott a csomagtartót, és a csomagtartóban egy hatalmas doboz volt, tele ilyen lábosokkal, kisebb, nagyobbakkal. Mindenféle. Azt mondta, hogy ha egy tankbenzinre valót adok neki, akkor, és visszaközben visszavette a lábost, és beletette a dobozba, ha adnak neki egy tankbenzinre valót, akkor ő ezt az egész dobozlábost nekem adja. És akkor azt mondtam neki, hogy atyafi, két dolgot mondok neked. Egy. Én nem akarlak téged becsapni. Azt mondta, hogy ez ceptel lábos, most az nem térek ki arra, hogy az volt, vagy nem volt. Mindegy, maradjunk annyiban, hogy azt mondtam neki, hogy nézd,
ez a sok lábos ebben a dobozban, ez biztosan többet ér, mint egy tank benzin. Na most, miért adjak én neked kevesebbet, mint amennyit az ér? Tehát ez nem igazságos és nem méltányos dolog, hogy én nem fizetem meg valaminek az árát. Ez az első problémám. A második az ennél súlyosabb. Annyi lábas van a konyhában nálunk, hogy még élek, nekem lábasra már nem lesz szükségem. Úgyhogy add el a lábasodat másnak. És bementem az áruházba. Miről van szó? Arról van szó, hogy nem volt szükségem lábasra, tehát nem akartam lábast venni. Se olcsó, se drágán, sehogy. Ahhoz, hogy az ember valamit megvegyen, kivéve a mániákus vásárlókat, de ők ez kivételes eset, ahhoz fel kell ismernem, hogy nekem arra szükségem van. Tehát amikor Jézus azt mondja a Laodiceának, hogy védj tőlem, annak a Laodiceának, amelyik azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Azt mondja ennek a gyülekezetnek, hogy védj tőlem, akkor azt mondja, hogy lásd be, hogy szükségben vagy. Ismerd fel a lelki szükségedet. Ismerd fel és ismerd be azt, hogy nem úgy vannak a dolgok, ahogy eddig láttad, vagy eddig gondoltad, hanem a helyzet sokkal súlyosabb. Sokszor sajnos, megint visszatérek a lelki kérdésekre, pontosan a lelki kérdések azok a területek, ahol az ember a helyzetnek a súlyosságát, ott kezdődik a betegség, hogy a helyzetnek a súlyosságát nem tudja felfogni. És nem érzi át, hogy milyen jelentős és milyen súlyos dolog az, amire választ kell kapnia, választ kell találnia. Én írtam egy sorozatot a hét gyülekezetről a lelkipásztoroknak, dunamelléki lelkipásztoroknak a dunamelléki terület kérte, és egy nagyon érdekes dologra figyeltem föl. A Jelenések könyvében 12-szer olvasunk a megtérésről. 12-szer szerepel ez a szó, hogy térjünk meg. Ebből 8-szor a 7 gyülekezeti levélben. Tehát nem világiaknak mondja Jézus, hogy térjenek meg, hanem az apostoli egyháznak 2-szer például. Tehát a gyülekezetnek mondja azt, hogy megtérésre van szüksége. Miért? Mert ezek a levelek, ezek olyan pásztori levelek, azon túl, hogy van profétai üzenetük nyilvánvalóan, de olyan pásztori levelek, amelyek a gyülekezetek lelki szükségleteire, lelki problémáira, lelki nehézségeire irányítják a figyelmet. Ahhoz, hogy bármi megváltozzék, ahhoz az első lépés az, hogy kimondom, hogy a dolgok így nem mehetnek tovább. Meg kell változnia. És pedig gyökeresen meg kell változnia. Amíg az ember nem jut el ehhez a válsághoz, ebbe a válságba, nem kerül egy ilyen átmeneti, átalakuló állapotba, amíg azt gondolja és azzal hitegeti magát, hogy alapvetően minden rendben van. Kisebb módosításokkal a dolgok megoldhatóak. Addig az ember lelki életében, az emberek lelki életében komoly változás nem történik. Addig marad az a betegség, amiről itt ebben a levélben van szó.
A második dolog, amit Jézus Krisztus tanácsol, nem csak az, hogy vásároljunk, tehát ismerjük be, hogy szükségünk van, hanem azt is mondja, hogy tőlem vásárolj. Laodiceában 5 piactér volt, megszámlálhatatlanul sok bolttal és piaccal. De amire Jézus Krisztus rá akar mutatni, az az, hogy itt olyasmire van szükség, amit más boltokban nem lehet beszerezni. Laodicea hajlamos azt hinni, hogy a dolgok megoldhatók sokkal egyszerűbben. Nem mennek a dolgok? Cseréljük ki a területi elnököt. Vagy az unió elnököt. Vagy a lelkészt. Vagy a presbitert. Nem mennek a dolgok? Változtassuk meg az Isten tiszteletnek a rendjét. Valaki volt, egy kollégám, évekkel ezelőtt, azt mondta, hogy a lelkész értekezeteink nem elég lelkiek. Tenni kell annak érdekében, hogy lelkibbek legyenek. És megkérdeztem, hogy és mit kell tenni? Ja, az a baj, hogy amikor a lelkész értekezet kezdődik, akkor mindig azt mondjuk, hogy testvérek, álljunk föl, és imádkozzunk közösen, és megkérünk egy valakit, hogy imádkozzék. Azt mondta, hogy szerinte, ha azt mondanánk, hogy álljunk föl, és két ember imádkozzék, tehát minden lelkész értekezlet elején nem egy, hanem két ember imádkozna, akkor sokkal lelkibbek lennék. Mi a probléma ezzel a gondolkodással? Hogy a megoldást nem Jézus kezébe teszi, hanem az emberek kezébe teszi. Egy kis adminisztratív megoldás, egy bizottsági döntés, egy állásfoglalás, egy program, egy javaslat, és megvan oldva a kérdés. Jézus azonban azt mondja, hogy nem. A dolog nem így működik. A dolog úgy működik, hogy ez olyan betegség, amiről mi most beszélgetünk, amit csak Jézus tud meggyógyítani. Csak Jézusnál van rá gyógyír. Volt egy régi könyv, hiszem a gyarmati testvér írta annak idején, de lehet, hogy tévedek a szerző tekintetében, most nem emlékszem rá 100%-os pontossággal, az volt a cím, hogy aki a megoldást hozza. És ez a könyv Jézus Krisztusról szólt. Pál apostol a Filippi levél 3. fejezetében nagyon érdekesen beszél a megoldásokról. A megoldásokról szólva azt mondja, számot vett saját kegyességi életével, saját keresztényi múltjával, vagy vallásos múltjával, és azt mondja, hogy ha számot vetek magammal, akkor én alapvetően egy igazán jó reputációval rendelkező vallásos ember vagyok. Adventista lett volna, akkor azt mondta volna, hogy én egy negyedik, ötödik generációs adventista vagyok. Pál nem adventista volt, ezért nem mondta, hogy negyedik, ötödik generációs adventista, hanem azt mondta, hogy Benyámin törzséből való benyáminita vagyok, és a farizeusok közül való farizeus. Amikor Pál felsorolja kiváló pedigréjét, ismerteti velünk a törzskönyvet, vallási származásának minden rendkívüliségét, akkor úgy folytatja, hogy 3. fejezet, 7. verstől. Ami nekem nyereség volt, kárnak ítéltem Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Pál nem a bűneiről beszél itt. A kiváló vallási múltjáról beszél. Az erényeiről beszél. Olvassuk el a szöveget.
Pontosan, figyelmesen, nem arról van szó, hogy Pál üldözői múltját eldobta. Vagy bármi más bűnös életfolytatását eldobta Jézusért. Hanem arról van szó, hogy az ő kiváló farizeusi rangját, tisztét, befolyását, hatalmát, mindezt kárnok és szemétnek ítélte. Csak azért, hogy Jézus Krisztust megnyeri. Mert a megoldás csak és kizárólag Jézus Krisztusnál van. Ez az alapállás hiányzott a laodicei gyülekezetből, és ennek elnyerése az első lépés ahhoz, hogy a haszontalan és értéktelen keresztények hasznos és értékes személyekké váljanak Jézus Krisztus kezében. Elfogadni azt, hogy szükségben vagyok, és elfogadni azt, hogy a szükségemet csak Jézus Krisztus elégítheti ki. Hogy ez elismerni azt, hogy beteg vagyok, és elismerni azt, hogy egy valaki tud ebből a betegségből meggyógyítani, Jézus Krisztus. Nem egy másik vallásfelekezet, nem egy másik tanító, nem egy másik mester vagy pásztor, hanem csak és kizárólag Jézus Krisztus. Na mi az a néhány dolog, amit Jézus felír erre a receptre, hiszen amit eddig elmondott, azok inkább a feltételek, a szemléletbeli dolgok, még nem beszélt semmit a konkrét orvosságokról, a tablettákról, vagy az ampulákról, vagy a kapszulákról, amiket magunkhoz kell venni. Ahogy említettem délelőtt, előre mutatva délutánra, hogy Jézus nem kis iróniával fogalmaz ebben a levélben. Hiszen Jézus Krisztus csupa olyan dolgokat kínál, amiről Laodicea azt hitte, hogy már eddig is több van neki a kelleténél. Azzal kezdi, hogy végy tőlem tűzben megpróbált, vagy tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj. Hát úgy kezdte, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem. Jézus erre azt mondja, hogy nem így van. Szegény vagy, nyomorult vagy, elesett vagy. Gazdag akarsz lenni? Védj tőlem aranyat. Azt az aranyat, amit én adok. Mi az az arany, amit Jézus Krisztus ad? Péter apostol válaszol nekünk erre a kérdésre, amikor az első fejezetben beszél a hitről. És azt mondja, hogy a hit, az igazi hit az többet ér, mint a veszendőre tűz által megpróbált arany. Ellen White a Krisztus példázatai című könyvben azt mondja, hogy a tűzben megpróbált arany a szeretet által munkálkodó hit. Csak ez a hit hozhat minket összhangba Istennel. Szorgalmas munkával, de szeretet, krisztusi szeretet nélkül nem lehetünk a mennyei család tagjai. A kérdés tehát, amit itt Jézus Krisztus föltesz neked és nekem, az az, hogy hogy állsz a hittel? Hogy állunk a hittel? Mit is kérdez Jézus? Amikor az embernek fia eljön, avagy talál-e hitet ezen a földön? Mit kértek a tanítványok? Növelt a mi hitünket. És Jézus azt mondta, annyi volna belőle, mint a mustár mag. Akkor az a hegy belemenne a tengerbe, és bármit kérnétek, megtörténne. Hol állunk a mi hitünkkel? Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, annak hinnie kell. Annak hinnie kell, hogy ő létezik,
és nem csak létezik, hanem meg is jutalmazza azokat, akik őt keresik. A Bibliának nagyon sok mondani valója van a hitről. Én 8 évig éltem Afrikában. Félig meddig írástudatlan emberek prédikáltak szombatról szombatra a gyülekezetben. És ott ültem a sorok között. Afrikában nem az volt a szokás, rengeteget prédikáltam 10 000-eknek, nem erről van szó. De nem az volt a szokás, hogyha egy prédikátor van, akkor annak mindig a szószéken kell lennie. De az volt a szokás, hogy mi prédikátorok is hívő emberek vagyunk. Aztán, amikor beosztottak bennünket, prédikálunk, amikor meg nem osztottak be bennünket, akkor meg imádkozunk a többiekkel együtt a sorban. Úgyhogy a 13 szombatból mondjuk 6-8-szor prédikáltam, a többinél megültem ugyanúgy, hogy most ti ültök itt a sorokban. És hallgattam az egyszerű, félig meddig írástudatlan embereket, egyetemi tanár létemre, hallgattam, hogy prédikál. De ezekben az emberekben volt valami furcsa. Írni, olvasni nem nagyon tudtak, de hittek. Nem okoskodtak, hittek. És a szavaikon átütött és átsütött a hit. Vajon a mi szavainkon átüte, átsüte ez a Jézus Krisztusba vetett hit? Samári asszony ott hagyja a vödröt, elmegy a faluba. Életébe semmilyen teológiai képzettséget nem szerzett, semmilyen iskolába nem járt, semmilyen szónoki tudományokkal nem rendelkezett, ott hagyja a vödröt, bemegy, és azt mondja az embereknek, hogy emberek, kim voltam a kútnál? Volt ott valaki, az megmondta nekem, hogy ki voltam. Mert hogy már nem az vagyok, aki voltam. Gyertek, nézzétek meg ti is. Ennyi az egész mondat, amit János evangéliumában találunk, hogy elmondott ez az asszony, és egy egész falu kiment, hogy találkozzon Jézus Krisztussal. Miért? Mert a szavain átütött az a hit, amit a Jézus Krisztussal való közösségből kapott. Nem az a kérdés, hogy színes-e a meghívó. Nem az a kérdés, hogy vetítünk-e a falra. Nem az a kérdés, hogy az imaház hogy néz ki. Nem, nem. A kérdés az, hogy éle bennünk az a hit, amiről a Jelenések könyve úgy beszél, hogy a Jézus hite, a Jézus hűsége. Ez tehát az első dolog, amit Jézus Krisztus ettől a gyülekezettől kér, illetve ennek a gyülekezetnek kínál. Cseréld ki az önmagadba vetett hitet a Krisztusba vetett hittel. A programokba, az emberi tervekbe, az emberi elgondolásokba vetett hitet, a Jézus Krisztusba vetett hittel. Ez az első. A második, amit Jézus Krisztus megfogalmaz, az így szól, hogy még azt is mondom neked, hogy védj tőlem fehér ruhát, hogy felöltöz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséget. Megdöbbentő mondat. A divat fővárosában vagyunk. Fekete gyapgyú ruhák fővárosában. Ahol a legszebben öltözött férfiak és nők járnak. És Jézus szégyenletes mezítelenségről beszél ennek a gyülekezetnek ebben a városban, és azt mondja, hogy az egyetlen ruha, ami öltöztet, az egyetlen ruha, ami nem fügefa levél, az az a ruha, amit én adok.
Az egyetlen dolog, amivel megjelenhetünk Isten színe előtt, ismerjük a királyi menyegző példázatát. Az a ruha, amelyet Jézus Krisztus adott. És Ellen White nagyon szépen úgy fogalmaz, hogy az egy olyan ruha, amiben egyetlen egy olyan szál nincs, ami emberi szövőszéken készült, amit nem Jézus Krisztus készített. Csak a Krisztus által felkínált ruha teheti az embert alkalmassá arra, hogy megjelenjék Isten előtt. Ezt az öltözéket, saját igazságának palástját helyezi Krisztus minden bűnbánó hívő lélekre. Ez az, amit Jézus kérdez. Lehet, hogy a farizeus külön volt, mint a vámszedő, mégis a vámszedő ment el megigazulva. Mert a vámszedő Krisztus ruhájába ment el, a farizeus pedig a saját ruhájába. Hogy állunk ruha dolgában? Milyen a ruhatárunk? Nem az a kérdés, hogy milyen üzletekben és milyen bevásárló központokban vásároltuk, vagy a piacon, vagy a kínaiaknál, hanem az a kérdés, hogy mennyi ezek között a krisztusi öltözék. Két éve körülbelül prédikáltam egy alföldi gyülekezetben. A kegyelemről. Presbiter fölállt és azt mondta, tudod, atyafi, évek óta nem hallottunk a kegyelemről. A kegyelem nem a baptistáknak való? Adventistáknak is kell a kegyelem? A kegyelem az nem valami református tanítás? Valami általános protestáns elmélet? Hát mi adventisták megtartjuk a törvényt. Mit jel még? Törvénybeli igazság tekintetében tökéletesek vagyunk. Fethetetlenek. Szánkba állokság egy szál se. Mi kell még? Még kell valami. Isten kegyelme. És Krisztus bűnbocsátó szeretete. Mert az egyetlen dolog, ami megváltoztatja az emberi szíveket, az emberi életeket, az Jézus Krisztus kegyelme. És ami nem hallunk a kegyelemről, és nem beszélünk a kegyelemről, és nem éljük meg a kegyelmet, és nem tapasztaljuk meg Isten kegyelmét naponta mi életünkben, akkor nekünk nagyon kevés közünk van a kereszténységhez. 1888-ban Ellen White-nak ez volt az egyetlen szíve fájdalma. Hogy mindenről volt szó, szentéről is. Csak éppen Jézus maradt ki a saját szentélyéből. Meg a keresztről is, csak éppen Jézus hiányzott onnan is. A törvényről csak onnan is Jézus hiányzott. A szombat onnan is Jézus hiányzott. És ezért mondta azt, hogy bár biztos sokat tévedett Wagoner is és Jones is, és tudjuk, hogy tévedtek sok mindenben, de Isten mégis fölhasználta őket, mert Jézus Krisztusra irányították a mi figyelmünket. Jézus a saját ruhájában akar látni téged is engem. És a harmadik érték, amire Jézus fölhívja a mi figyelmünket, a szemgyógyító ír, ami a Szentlélek szolgálatára utal. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket. Helyüket betölti azokkal a jellemvonásokkal, amelyek a Szentlélek ajándékai. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van, ott nincs bűn. Ott az evangélium programja maga dicsőségében, teljességében is, tökéletességében megvalósult.
Tanulunk a Szentlélekről. Elég sok gyülekezet, mert meghívtak, hogy beszéljek arról, hogy a Szentlélek személye, vagy csak erő. Mert hogy vannak, akik szerintem személye, hanem csak erő. Isten ereje. Úgy használok, ahogy jónak látom. Csak legyen erő, az a lényeg. Nekem legyen erő. El lehet vitázni ezekről a kérdésekről, persze. De a kérdés az, van-e hited? Meg itt tapasztaltad-e Krisztus kegyelmét? És éle benned Isten lelke. Isten lelke éljen bennem, énekeljük egyik énekünkben, örök időkön át. Ezek a keresztény életnek a titkai, testvéreim. És abban a mértékben vagyunk keresztények, amilyen mértékben ezek a titkok élnek a mi életünkben. Ha van valami, amire a Laodicei gyülekezetnek szüksége lett volna, akkor azok, ezek az értékek. De annyira elfelejtette velük a fogyasztói társadalom mindezeket a dolgokat. Annyira megszokták azt, hogy csak önmagukra támaszkodjanak, vagy önmagukra figyeljenek, hogy leszoktak arról, hogy Jézusra hagyatkozzanak. Sok évvel ezelőtt olvastam egy tanulmányt az imáról. Ez egy római katolikus folyóiratban egy római katolikus szerző írta, de ettől függetlenül nagyon tanulságos dolgokat mondott. A következőt mondta. A parasztember még tudott imádkozni. A gyári munkás leszokott róla. Meg a tisztviselő is. Nem értettem, mikor először elolvastam ezt a mondatot, hogy ez mit jelent, hogy a parasztember még tudott imádkozni, a gyári munkás meg leszokott róla. A szerző kifejtette, azt mondta, hogy a parasztember minden évben megélte, hogy így tavasztáján, vagy a tavaszi vetésről volt szó, kiment a szántóföldre. Aztán nem tudta felszántani, mert éppen ellepte a víz. Aztán felszántotta nagy nehezen, ama kikelt, és elvitte a szárazság, vagy elvert a jég. Úgyhogy minden nap megélte azt, hogy a dolgok végkimenetele nincs az ő kezében, hanem, ahogy a magától növekvő vetés példázatában mondja Jézus Krisztus, magától terem a föld. És ahogy Ellen White ezzel kapcsolatban elmondja, ugyancsak a Krisztus példázatai című könyvben, hogy határa van az emberi erőfeszítéseknek. Mi vethetjük, művelhetjük a földet, vethetjük a magot, de a növekedés csak Isten adja. A parasztember ezt tudta. De mi már nem vagyunk a természettel ilyen szoros kapcsolatban. Megnyomunk egy gombot, és automatikusan jön a kávé. Megnyomunk egy másik gombot, és jön a leves. Megnyomunk egy harmadik gombot, és elindul egy gépsor, és a végén kijön egy autó. És azt gondoljuk, hogy az egész dolog a mi gombnyomásainkon múlik. És akkor elkezdünk megnyomni egy gombot, és a végén majd kijön egy keresztelendő. Aztán megnyomunk egy másik gombot, és megint kijön egy keresztelendő. Nem? Hát a dolgok gombnyomásra működ? Nem. Nem. Ha az Úr nem őrzi a házat, ha az Úr nem építi a várost, ha az Úr nem áldja meg a munkát, ha az Úr nem cselekszik, akkor hiába minden emberi erőfeszítés. Ami meglepő ebben a szakaszban, az a következő, és ezzel szeretném összefoglalni és befejezni. Jézus kiemeli a személyes állásfoglalás jelentőségét, amikor az örgető ajtó kapcsán
felteszi ezt a kérdést, vagy hogyha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, akkor milyen következményei lesznek. De ami talán a legfontosabb, az a következő vers. Volt egy protestáns szerző, úgy hívták, hogy Barnhouse, egy amerikai szerző, Philadelphiában élt, református lelkipásztor volt, rádió prédikátor volt, aki arról beszélt a prédikációiban, amit aztán könyvben is kiadott, hogy a laodiceai gyülekezet tagjai valójában nem is fognak üdvözülni. Ahhoz filadelfiai tagokká kell válniuk, úgyhogy Laodiceából át kell térni Filadelfiába ahhoz, hogy valaki bejusson az Isten országába. Ez volt az ő üzenetének a lényege. Azonban visszatérek a bibliai szöveghez, és tiszteletbe tartom azt, amit a bibliai mond, akkor a következőt találom. A laodiceai gyülekezetnek intézett levél, éppen úgy, mint az összes többi levél, egy győzelmi ígérettel zárul. Mégpedig a legszebb győzelmi ígérettel zárul az összes szóba jöhető levél között. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Jézus Krisztus teljesen természetes módon beszél a laodiceai gyülekezet győzelméről. Fel sem merül az a kérdés, hogy esetleg ez a gyülekezet nem győz. És ez nagyon megragadta Ellen White-ot, ezért 1894. augusztusában írt egy cikket, és azt mondja, a hű tanú bizonyságtevése nem úgy mutatja be a lanymelegeket, mint akik reménytelen helyzetben vannak. Még van esély a helyzet rendezésére. Ezért a laodiceai üzenet tele van bátorítással. Vagyis Jézus Krisztus, amikor erről a gyülekezetről beszél, akkor nem leírja ezt a gyülekezetet, mint egy veszteséget. Nem azt mondja, hogy hát ezek volnának a gyógymódok, de nem nézem ki belőled, hogy te ezekkel élni fogsz, úgyhogy hagyjuk az egészet. Nem lesz ebből úgy semmi. Nem. Jézus leírja a bajt, elmondja az orvosságot, és utána azt mondja, hogy szedd be, és győz. Második világháborúban a briteknek nagyon rosszul állt a szénája egy időben. Akkor választották meg Churchillt. Churchill első beszédében, miután megválasztották miniszterelnöknek, első beszédében többek között a következőket mondta. Azt kérdezitek, hogy mi a célunk? Egy szóban válaszolok. A győzelem. Győzelem minden áron. Győzelem mindenek ellenére. Győzelem minden módon. Mert a győzelemnek nincs alternatívája. És Churchillnek igaza volt. És a Churchillnek igaza volt, már azért volt igaza, mert a második világháborút végül megnyerték, ez igazolta. De a Churchillnek igaza volt, Jézus Krisztusnak még inkább igaza van. Szeretett testvéreim! Ez a levél egy győzelmi levél. Jézus titeket a győzelmi oldalon lát, és engem is. A kérdés az, akarsz-e győzni Jézussal? Ha igen, dobj el mindent, ami pótlék. Mindent, amivel hitegeted magad. Ítélt kárnak és szemétnek, mint Pál. És fogd meg ezt a három dolgot. Jézus hitét, Jézus kegyelmét, és az Isten lelkének az erejét. Néhány hónappal ezelőtt Újpesten prédikáltam a
akkor tartottam egy képzést, az egyház szervezetről jövő héten Tatán fogok ugyanezt. És valaki fölállt és jelentkezett, és azt kérdezte tőlem, hogy a nagy nyomorúság idején fog-e működni a generálkonferencia székháza. Mondtam, hogy nem tudom, hogy fog-e működni, de nem is érdekel. Mert az egyházat, a kereszténységet nem a székházak teszik, nem az irodák, nem a hivatalok, hanem ez a három dolog. Jézus hite, Isten kegyelme, és az Isten lelkének a munkája. Adja az Úr, hogy a nágusi gyülekezetben ezekből legyen sok, és az én, meg mindnyájunk életében ezekben legyünk gazdagok.